Köszöntöm a Sopron Televízió valamennyi kedves nézőjét, önök heti rendszeressége jelentkező sportmagazinunk októberi második adását látják. Mai műsorunkban vendégünk lesz Meszlényi Róbert, a SMASZ Enyeme vezetőedzője. Összefoglalót láthatnak az SKC múlt heti mérkőzéseiről, illetve vendégünk lesz Polacek Zoltán, a Kamikaze Kyokushin ESE elnöke. Még az első osztályban a múlt héten, addig a B csoportban már korábban megkezdődött a bajnokság a férfi kosárlabdázók körében. A SMASZ Enyeme együttesét ezúttal is ebben a szezonban és a rutina szakember Meszlényi Róbert irányítja, akit szeretettel köszöntök a stúdióban. Szerbusz Robi, egy kicsit térjünk vissza a tavaly évre, ugye az volt az első év, amikor elkezdted irányítani a SMASZ együttesét. Milyen tapasztalatokkal bővült az a szezon és hogyan tekintesz vissza, hogyan végzett az együttes? Én is köszöntöm a nézőket. Egy koncepció keretén belül kerültem én a SMAFC-hoz, illetve a sportiskola U18-as csapatához. A célunk az volt, hogy kooperálva fiatal játékosokat beépítve az NB1-B-s csapatba próbáljunk minél jobb eredményeket elérni. A tavalyi év erről szólt. Próbáltunk bekerülni a középmezőnybe, ez sajnos nem sikerült ebben a fiatal csapattal, de a kiesést messze elkerültük. Tehát magabiztosan bent tudott maradni a csapat. A fiatal játékosok nagyon sokat fejlődtek, ugye ez az U18-as csapatról beszélünk most, ezek 17 éves fiatal emberek. 5 játékos volt a SMAFC keretében. Én azt gondolom, hogy elég sok játék lehetőséget kaptak, és nagyon sokat fejlődtek a szezon során. Ebben az évben ezt szeretnénk ugye tovább folytatni, ezt a munkát, és hát nagyon remélem, hogy minden körülmény adott lesz ahhoz, hogy ezek a játékosok még jobban előre lépjenek a szezon során. Tehát az volt elsősorban a cél, hogy ezek a fiatal tehetséges játékosok rutint, játék lehetőséget kapjanak? Megérezzék a versenyszellemet? Igen, hogy ne csak a saját korosztályukban játszanak, hanem idősebbekkel, felnőttekkel, és hát nyilvánvaló megfelelő technikai tudás mellett ez egy nagyobb kihívás egy fiatal játékosnak, hogy megmérettesse magát a felnőttek között. Ez volt a cél, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó elgondolás, és mint említettem, nagyon sokat profitáltak a játékosok belőle, ami kiütközött a korosztályos mérkőzéseiken. A tavalyi szezont követően idén mi a cél, milyen elgondolásokkal vágtatok neki a bajnokságnak? Hasonló az elképzelés, a középmezőnybe bekerülni, egy kicsit változott a keret. Van sérült játékosunk, aki nem áll rendelkezésre, illetve volt olyan játékos, aki távozott a SMAFC-tól, illetve az 5 játékos helyett most már 6 fiatal játékos van a 12-es keretünkben, tehát még egy játékos fölkerült, és én azt gondolom, hogy a felkészülés során is sokat játszottak, illetve most is megkapják a lehetőségeket, úgyhogy én nagyon remélem, hogy a két csapat ugyanilyen konstruktívan és jól fog működni, mint ahogy tavaly. A cél, amint említettem, bekerülni a középmezőnybe, a kiesési zónát elkerülni. Ennek minden esélye megvan, reméljük, hogy ilyen sérülések nem fogják zavarni a munkánkat. Ami zavarhatja az eredmény elérését, hogy nagyon sok mérkőzés van. Az U18-as csapat játszik a kiemelt bajnokságba, illetve az NB1-B-s mérkőzések vannak nekik. A csapat másik része játsza a SMAFC-osok az NB1-B-s bajnokságot és az egyetemi bajnokságot, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy heti 2-3 mérkőzésünk van. Nagyon nehéz koordinálni az edzéseket. Van a fele csapatnak már meccsre kell készülni, a másik fele csapat majd csak 2 nap múlva játszik, tehát itt elég nehéz a munka, de én azt gondolom, hogy nagyjából megtaláltuk azokat a dolgokat, hogy működjön a rendszer, és hát nagyon remélem, hogy a tavaly év mintájára ugyanígy megpróbáljuk a gyerekeket fejleszteni, hogy eddig. A tavalyi évben azért voltak rutinos játékosok a csapatban. El lehet mondani, hogy most kizárólag fiatal játékosokra épül a játékos állomány? Igazából igen. Tehát inkább fiatalok vannak. Van egy pár idézőjelben idősebb játékos, akik 25-6 évesek, de én azt gondolom, hogy nem gondolnám őket öreg játékosoknak. Volt egyetemisták, úgyhogy ők velük együtt egységes a csapat, és inkább jobban én azt gondolom, hogy most már a fiatalokra épül majdnem, hogy a SMAFC-nak a kerete.
Egy kicsit tekintsünk vissza az idei szezon mérkőzéseire. Hány meccset játszottatok, és ezeken milyen eredmény született, és mennyire vagy ezekkel elégedett? Eddig 3 mérkőzésünk volt, valójában a bajnokság idézőjelben végével a gyengébb csapatokkal játszottunk, ebből 2 mérkőzést nyertünk, egyet veszítettünk. Azt gondolom, hogy elégedett kell, hogy legyek. Azokat a meccseket, amiket kellett, hoztuk, nyert a csapat, és hát én azt gondolom, hogy jobban előbbre tart a csapat, mint tavaly ilyenkor. Ugye tavaly vettem át őket, kellett idő, amíg összerázódjanak, most már ezen túl vagyunk, és azt gondolom, hogy egy magasabb szintről tudtuk elkezdeni a bajnokságot, és hát remélem, hogy ez majd az eredményekben is látszódni fog. Kik a legnagyobb ellenfelek, ugye, hogyha körbe tekintünk a mezőnyben, azért számtalan olyan csapat van, ahol rutinos, akár még válogatott, korábbi NB1-es válogatott játékosok játszanak, mondjuk Pápán például, Kálmán László. Azért velük elég nehéz felvenni a fiataloknak a versenyt. Igen, nagyon sok csapat idézőben fél profi státuszban van az NB1-B-ben, tehát itt nagyon sokat változott a helyzet. A csoportból kiöregedett, illetve rutinos B-csoportos játékosok vannak, akik fizetésért játszanak, és nem heti 2-3 edzésen vesznek részt, hanem normális edzésmenetben heti 5-6 edzésen vesznek részt. Tehát nem egyszerű ezekkel felvenni a fiataloknak a versenyt, de hát mindent megteszünk, ugye, hogy a csapat egységet úgy olyan szintre emelve, hogy ezekkel a csapatokkal partiba tudjunk lenni. Van egy pár kiemelkedő csapata a nyugati csoportban, gondolok itt a Veszprémre, az Oroszlányra, ugye nekik az a céljuk, hogy jövőre A csoportba szerepeljenek, itt még légiósok is szerepelnek a csapatokba, tehát én azt gondolom, hogy egy elég idézőre komoly bajnokság alakult ki a fiatalok ellen. Milyen a kohézió az együttesen belül, mennyire alkotnak a srácok jó közösséget a pályán, illetve a pályán kívül is? Én azt gondolom, hogy ebből nincs gond, nincs nagy korkülönbség, nagyjából egy az érdeklődés, és hát úgy tűnik nekem, hogy mindenki szeret kosárlabdázni. Egy cél lebeg előttük, hogy ha kimegyünk a pályára, akkor nyerjünk, és hát eddig nekem az a tapasztalatom, hogy ezért mindent meg is tettek. Hány edzéssel tudtok készülni a bajnokságra, mert említetted, hogy sok játékos sok csapatban játszik, ugye fiatal sportiskolás növendékekről is szó van, akiknek az utánpótlás bajnokságban is van kötelezettségük. Azért az említett koordinálás szón nagyon nagy hangsúly lehet. Igen, hát alapesetben minden nap egy edzésünk van délután, ugye a csapat egy része iskolába jár, a másik része dolgozik. Tehát a délelőtti edzések ezek nem megvalósíthatóak. Ha vannak hétközi mérkőzéseink, nyilván akkor már kevesebb az edzés, és mivel elég sok van így, én azt, most a tapasztalat azt mondja, hogy 2-3 edzésnél több a héten nincs, a többi az mérkőzés igazából. Ugye a bajnokság mellett már szintéred is érintett a csapatot, hova szeretnétek eljutni? Tehát a kupában például. Hát elindult a HEP kupa is. Tegnap játszottunk Zalaegerszegen egy NB2-es csapattal, ez volt az első forduló, hogy győztünk, tovább jutott a csapat. Én azt gondolom, hogy a csapatnak komoly esélyei nincsenek ebbe a kupába, de hát ameddig lehet, nyilván el fogunk menni. Ami abból a szempontból, hogy még több mérkőzést kell játszani, nem szerencsés, de szeretjük a kihívásokat megvalósítani és befejezni. Mivel lennél elégedett a szezon végeztével, ugye megfogalmaztátok, hogy elsősorban az a cél, hogy a fiatalok játék lehetőséget kapjanak, és ezt tudják a későbbiekben kamatoztatni, de hát biztos az eredményesség is azért otthon előttetek. Hát igen, a kettő azt hiszem, hogy összefüggésben van, tehát muszáj valami eredményt elérni ahhoz, hogy a csapatot életbe tudjuk tartani. Én nagyon remélem, hogy bekerülünk abba a középső szakaszba, ahol nem kell a kieséséért játszani. A fiatal játékosok mindenképpen meg fogják kapni a lehetőséget, mivel a csapat nagy része fiatal játékosokból áll, illetve hát nagyon remélem, hogy az U18-as csapat bekerül a 8-as döntőbe, az országos döntőbe, és ott szép eredményt fog elérni. Hogyan folytatódik tovább most a bajnokság, hol és mikor mérkőztök meg legközelebb? A következő héten, illetve ezen a héten van egy hétközi mérkőzésünk, egy U18-as bajnoki mérkőzés, illetve szombaton utazunk Bajára NB1-SP mérkőzésre. Úgyhogy elég feszített a program, és mellette még a jövő héten ugye jönnek sorba az egyetemi bajnoki meccsek, tehát mint említettem, nem unatkozik a SMAFC és az U18-as kosárlabda csapat. Köszönöm szépen, Robi, a beszélgetést, sok sikert kívánok, és bízom benne, hogy a szezon végeztével egy évértékelő beszélgetésen vissza tudunk tekinteni a szép sikerekre. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen a lehetőséget.
Az elmúlt héten Kaposváron vereséggel kezdte meg a szezont a férfi kosárlabda élvonalban a Sopron KC együttese. Vasárnap szoros csatában azonban győzedelmeskedni tudott a Paks ellen. A szezonnyitón a kékben pályára lépő Sopron a találkozó kezdetétől fogva magabiztos vezetést épített fel a negyed felére, amely 19-12-es vendégvezetéssel zárult. A második játékrész némileg pontszegényre sikerült. Hazai oldalon, távolról nagyon gyengén muzsikáltak a játékosok. A Sopron ennek is köszönhetően tovább tudta növelni előnyét ebben az etapban. A nagyszünet után 23-36-os állásról folytatódott a küzdelem. A második félidő elején rögtön 2-3-ast is dobtak 2 perc alatt a hazaiak. Ehhez jött még néhány dupla, és a Sopron tetemes előnye hamar 5-re olvadt. Sabáli Balázs időkérése sem hozott változást, továbbra is a kaposvári KK pörgött jobban, 41-41-nél utolérték a vendégeket. Ekkor felébredtek a soproni játékosok, és pontos távoli dobásokkal ismét 8 ponttal vezettek. Fekete Ádám időkérési eredményeként a negyed végére 1 pontra feljöttek a fehérek. Az utolsó periódus elején állandósulni látszott a 3 pontos különbség, de egyenlített a KKK. 62-62-től fej-fej mellett haladt a két csapat egy darabig, majd 5 ponttal megléptek a hazaiak, és ez hatalmas lökést adott számukra. Egymás után szerezték a bravúros kosarakat, a Sopron pedig szépen lassan lemorzsolódott. Az utolsó percekben már állva tapsolt a hazai közönség, ünnepelve ezt a kaposvári szempontból bravúros 82-71-es győzelmet. A második félidőben a Kaposvár tudta azt, vagy játszotta azt, amit főképp mi az elsőbe. Egy magasabb intenzitású támadójátékot mutattak be, amihez kellett az, hogy egyenileg eléggé lukasak voltunk védekezésbe, és rengeteg kosarat kaptunk. Az első 20 perc 23 pontja után másik fél időben a 59 pontot engedélyeztünk a Kaposvárnak. Ez óriási, tehát ezzel nem lehet idegenben mérkőzést nyerni. Ez rányomta a bélyegét a támadójátékunkra, nem mentek már úgy a labdák, erőlködés volt, és a végjátékban meg kimaradt büntetők. Eléggé fájó ez a vereség, szeretünk volna mindenképp győzelemmel kezdeni a bajnoki nyitányon. Sajnos ebbe a vereségbe bőven benne vagyunk, mint csapat. Ruják kosarával a hazaiak szereztek vezetést, de erre rögtön 9 ponttal válaszoltak a fehérmezes vendégek. Ez meg is határozta a folytatást, hiszen az atomerőmű 10 ponttal meg tudott lépni. Default kosárpusz büntetőjével tudott közelebb kerülni az SKC. A 7 pontos különbség azonban a negyed végéig megmaradt. A második 10 perc közepén még mindig 10 pont volt a hazaiak hátránya, de egy 6-0-ás rohammal közelebb kerültek a kékmezesek. Ezt követően ismét a vendégek percei következtek. A félidő hajrájában azonban 27-39 után egy 10 pontos rohammal a Sopron nyíltá tette a találkozót. A szünetet követően majdnem másfél perc kellett az első kosárhoz, Ruják triplájával már egál volt az állás. Ezt követően felváltva vezettek a felek, volt 46-43 az SKC-nek, majd az atomerőmű vezetett 50-46-ra. A záró felvonást is 4 pontos vendégelőnyről kezdték meg az együttesek. Ebben egy Louis dupla, egy Default tripla ismét soproni vezetést jelentett. Fej-fej mellett haladtak a csapatok, de 14 másodperccel a vége előtt Trét 2 büntetőjével eldőlni látszott az összecsapás, de a Paksi Watkins triplája megint izgalmassá tette a végjátékot. Default azonban nem hibázta el a 2 büntetőjét, a Paksi Kovács triplája ugyanakkor kimaradt, ami azt jelentette, hogy megszerezte idei első győzelmét az SKC. Az a legborzasztóbb, hogy a saját csapat tudja az edzőjét kizsigerelni. Ami a kaposvári második féldőbe történt, illetve hogy a mai első féldőbe, az nem az az út, amin szeretnénk járni. Az egyetlen pozitívum, hogy egy ilyen játékkal meg tudtuk nyerni a találkozót, és többször visszajöttünk vert helyzetből. Ugyanakkor a sérülések sajnos sújtják a csapatot. Mills nem edzett, de vállalta a mai játékot, de hát látszott, hogy 50%-os sincs a játéka. A Takács Norbi bízom benne, hogy minél előbb azért vissza tud térni combhúzódásából, és mai mérkőzésen pedig Dénes Gabinak eltörték, úgy néz ki a kéz-középcsontját. Ha minden igaz, műteni kell, úgyhogy egyáltalán nem vagyunk könnyű helyzetben, de most így kell megoldani a feladatot. Mindjárt következő idegenben találkozunk Jászberényben. A Sopron KC legközelebb szerdán a Jászberény otthonában lép pályára.
A következő témánk pedig nem más, mint a Kyokushin Karate. A Kamikaze Karate Egyesület kiválósága Szepesi Csenge ismét sikeresen szerepelt ezúttal az október 2-án Londonban megrendezett nagymúltú British Open nemzetközi versenyt nyerte meg. Most azonban a következő percekben nem Csengével, hanem edzőjével, Polacek Zoltánnal fogunk beszélgetni. Szeretettel köszöntelek, Zoli. Egy kicsit arra szeretnének kérni, hogy a kedves nézőknek mutass be ezt a British Open nemzetközi versenyt. Tényleg olyan régmúltú, és tényleg annyira színvonal? Szervusz, köszöntöm a kedves nézőket. Igen, ez egy nagyon-nagyon nagy színvonalú verseny, rendkívül patinás, talán Európában az egyik legrégebben megrendezett nyílt verseny. Ez volt a 40. alkalom, úgyhogy mikor én is elkezdtem karatézni, akkor is nagyon sok hír jött róla, hogy még akkor is magyarok ugye részt vettek rajta, és azon gondolkoztam, hogy hú, de jó lenne egyszer nekem is kijutni oda versenyzőként. Hát versenyzőként nem sikerült, de most edzőként sikerült kimenni Csengével együtt. Egy nagyon-nagyon jó hangulatú, nagyon jó megrendezésű verseny volt, bő létszámú verseny volt, tehát sok versenyző volt minden súlycsoportban, jó ellenfelek is voltak, úgyhogy mindenképpen egy rendkívül jó versenyen vettünk részt, és szerencsére Csenge ezt is jól megoldotta. Beszéljünk egy kicsit Csenge küzdelmeiről, kikkel mérkőzött meg, és mennyire voltál elégedett ezekkel. Gondolom elégedett voltál, hiszen ő lett az első. Igen, abszolút elégedett voltam, mert nagyon éretten és tudatosan versenyzett. Minimális izgulás volt, tehát még annyi sem, mint szokott lenni, mert letisztult, hál' Istennek a Csenge stílusa nagyon jól megoldotta a versenyzőket. 16-an voltak a súlycsoportjában, az első ellenfele egy ír hölgy volt. Nehezebb volt szerintem Csengénél, de hát technikailag jóval képzetlenebb, úgyhogy őt nagyon hamar fejbe rúgta Csenge, és így egy vazarival, egy ipponnal ment tovább. Aztán a második küzdelmében egy norvég kislány volt, ő meg könnyebb volt nála, és már ismerte is Csengét, és szerintem félt is tőle, ez látszott is a mozgásán, úgyhogy őt is elég hamar hát elintézte Csenge. Az elődöntőben és a döntőben viszont nagyon kemény ellenfelei voltak. Az elődöntőben egy spanyol kislány volt, aki nagyon keményen és nagyon szigorúan tapadt Csengére, és nagyon erős teljesen dolgozott kézzel. Ez egy elég szoros mérkőzés volt, és hosszabbítás után dőlt el Csengének végül jobb állóképessége az kidomborodott itt is. A döntőben pedig egy semmilyen szervezethez nem tartozó, teljesen független orosz hölgy volt, aki 10 kilóval könnyebb volt Csengénél, de rendkívül jól mozgott el, tehát nagyon ügyesen megoldotta a távolságokat, az irányváltásokat, és nagyon ügyesen kontrázott, úgyhogy nagyon nehéz ellenfél volt. Az első 3 perc az teljesen döntetlen volt, teljesen X volt, és a szerencsére, hát nem csak szerencsére, ugye azért a Csengének a tudása is benne van ebben, a hosszabbítás első másodpercében Csenge rettenetesen fejbe rúgta. De borzasztó, olyan csúnyán koppant, hogy még én is arra gondoltam, hogy ez nem lesz jó. De úgy látszik, az oroszoknak kőből van a feje, mert nem ment le tőle, de azért meghatározta a küzdelem további kimenetét, tehát lelassult tőle a kis hölgy, és indisponálisabb lett, így Csengét végül kihozták győztesnek. Mindig fura, ha hölgyekről van szó, fejberúgásról beszélni, de hát ez a sportra vagy a karate lejárója. Mennyire népszerű Nagy-Britanniában maga a Kyokushin karate, hogy érezted? Mert azért, hogyha a karate, mint sportág szóba kerül, nem feltétlenül Nagy-Britanniára gondol rögtön az ember. Igen, hát ez számomra is egy új kérdés volt, ugyanis a britek egy teljesen külön szervezetben vannak, ugyanis, mint mondtam, ez a verseny is egy másik szervezet megrendezésében került sor, és mi se tudtuk, hogy hogy álljunk hozzá a britekhez, abszolút nem tudtunk róluk semmit. A ottani körülmények és a versenyzők létszámának vizsgálása közben úgy néz ki, hogy sokan vannak viszonylag, de nagyon sok, tehát inkább ott is ez az amatőr, hobbi stílusú karate, és akkor mellette eljönnek versenyezni. Azért gondolom, mert van egy-két nagyon jó versenyzőjük, hölgyeknél is van például az Emma Marquardt, egy nagyon ügyes volt, ő nyerte meg a könnyű súlyt, de úgy nem jellemző rájuk, hogy olyan nagy eredményeket érnek el. Tehát abban a szervezetben is inkább az oroszok az erősek. De voltak velsziek, írek, most azt nem tudom, hogy északírek vagy sima írek voltak, mert csak íreket mondtak. Skótokat nem láttunk, meg hát angolok voltak, jó sokan. Tehát, és utánpótlás verseny is volt, és ott is nagyon nagy létszámú résztvevő volt, úgyhogy ebből gondolom, hogy elég bő kerettel rendelkeznek.
Hova helyeznéd ezt a nemzetközi sikert, ugye egy Csenge Európa és világbajnok, azt gondolom, hogy az a csúcs, de fontosak-e ezek a megméretetések? Ugye tavasszal is volt Belgiumban egy versenyen, most is, tehát hova lehet ezeket illeszteni az ő karrierje szempontjából? Hát ezt két részre lehet bontani ilyen szempontból. Egyrészt ugye a felkészülési verseny, annak kiváló volt mindenképpen, mert olyan ellenfelekkel küzdött, akivel még sose. Másrészt éppen azért, mert olyan ellenfelekkel küzdött, mint még sose, ennek is egy értékmérő tulajdonsága van, hiszen egy másik szervezetben is be tudta bizonyítani, hogy azt az edzésmunkát és azt a fajta stílust, amit mi képviselünk, azt úgy néz ki, hogy az egész világon tudjuk sikeresen képviselni, tehát nem csak egy belterjes szervezetben, ami egyébként nem olyan belterjes, amilyen, meg amúgy is sok nyílt versennyel járunk, de ennek ellenére azt kell mondjam, hogy ez nagyon fontosak ezek a versenyek. Tehát egyrészt a kapcsolattartás szempontjából is fontosak, hogy más szervezetekkel is jobban vagyunk, így tágítjuk a látáskörünket, meg az ismeretségünket, és egy régi ősi dologra, erre a Kyokushin family érzésre világít rá ez a dolog, hogy ugyan mindenhol jó, hogyha kimegyünk és karatésokkal találkozunk, akkor ismerjük vagy nem, teljesen mindegy, úgy fogadnak, mintha ezer éve ismernénk egymást. És szervezettől függetlenül, ugye? Abszolút szervezettől függetlenül, igen. És ez nagyon jó érzés. Hogyan tartható fenn Csenge esetében a motiváció? Tehát Európa és világbajnok, ugye beszélgettünk vele a világbajnoki cím megszerzése után, az a csúcs. Hogyan lehet mégis, vagy egyáltalán kell-e edzésre buzdítani meg arra, hogy versenyezzen? Hát igen, előfordul ugye versenyzőknél, hogy elmegy a motiváció, hát ez Csengére nem jellemző, hála Istennek. Annyi engedményt teszek, nem is engedményt, hanem felajánlást neki, nyugodt szívvel mondhatom bátran, mivel megnyerte a világbajnokságot, úgy volt, hogy a világbajnokság lesz neki az utolsó versenye, aztán majd meglátjuk, hogy mit akar. Most ahhoz képest, hogy neki nagyon megjött a kedve és a motivációja, mivel hogy megnyerte, és én teljes mértékben 100%-ig mellett állok és támogatom, hogy arra a versenyre menjen, amelyikre akar. És ez úgy látszik, hogy bejön, tehát amikor elhatároz, hogy erre a versenyre el szeretne menni, ezért meg ezért, akkor én azt támogatom, és ebbe ő teljesen motivált akkor. De nem erőltetek rá olyan versenyt, például szeptember első hétvégén volt egy Szolnok Kupa, nemzetközi verseny, az se volt egy rossz verseny, ott is sok orosz versenyző jött, meg kazahok, de oda nem akart elmenni, és mondtam, hogy hát jó, hát akkor ne menj el oda, elmegyünk 3 héttel később Londonra, arra jobban fel tudunk készülni. Őnek is megjár egy kis nyaralás, nem kellett egész nyáron készülnie. Hogyha előre tekintünk, akkor Csenge szempontjából melyek a következő időszak feladatai? Mentek-e idén még versenyre, vagy már a következő évre koncentráltok? Hát gondolkoztunk az ezévi versenyeken, hogy még akar-e menni, mert azt mondta, hogy lenne még kedve, de aztán pont olyan időpontban van, például a horvát verseny az jövő héten lesz, tehát túl közel van még a másik versenyhez, meg tudom én, még milyen programjaik vannak, úgyhogy az valószínű kimarad, mert más ilyen nagyobb versenyről nem tudunk. Úgyhogy úgy készülünk, hogy mindenképpen a jövőre nyáron, jövő nyáron július 1-én megrendezendő, Kazasztánban megrendezendő világkupára készülünk fel, a súlycsoportos világbajnokságra, és ahhoz elmegyünk áprilisban Dániában megrendezendő Európa-bajnokságra, illetve az előtte levő magyar bajnokság, valószínű, hogy ez a 3 verseny most, ami elsősorban fókuszban van, aztán, hogyha Csenge még esetleg kiderít valamit, akkor elképzelhető, hogy oda is elmegyünk. Sok kis fiatalnak biztos, hogy példakép Csenge. Ugye stábunkkal jártunk egy edzésen, és öröm volt nézni a gyerekeket, hogy fogadják a világbajnokság után. Vannak-e követői? Milyen az utánpótlás élet nálatok? Hát hál' Istennek a létszámmal azon nincsen gond, sokan vagyunk. Olyan körülbelül 20 és 30 közötti a felnőttek létszáma. Edzésenként 15-25-en veszünk részt rajta, és egy olyan 40-50 vagy valamivel több gyermek, több csoportban edzünk együtt. Ugye a fiataloknak egyértelmű példakép a Csenge, főleg akik ott edzenek vele, az ifjúsági korúaknak. Ők elsősorban ők néznek rá fel,
mint jó tanuló, jó sportoló és egyéb ilyen pozitív tulajdonságok megnyilvánulásában. Csengének az edzésmunkája is rendkívül kiváló. Bárki, bármikor megnézheti, mindig a legjobbát nyújtja. És hát a fiatalok közül azért sajnos a versenyzés az nem olyan egyszerű, mivel látják, hogy rendkívül sok energiát igényel, sok időt igényel, és azért a mostani tanulmányi tanulás mellett, az ilyen nehézségek mellett, mert ott is leterhelik a gyerekeket, úgyhogy van nehézség, de szerencsére egy 4-5 ifjúsági versenyzőnk, illetve egy 2-3 ilyen serdülőkorú vagy gyermekversenyzőnk azért akad, akik ügyesek, és van remény rá, és hogyha hosszú távon itt képzelik el a jövőjüket a kamikázéban, akkor tudom ígérni nekik, hogy hosszú és tartalmas versenyzéssel teli időszakot tudok nekik biztosítani megfelelő sikerekkel. Úgy tudom, hogy szeptember végén volt egy selejtező, amely arról szólt, hogy a következő évi Európa-bajnokságra lehetett kvalifikálni, és ha a hírek igazok, itt is jól szerepelt néhány növendéketek. Így van, annyiban javítanálak ki, hogy nem jövőre lesz az Európa-bajnokság, hanem idén novemberben. Igen. November 22-23 Szófiában, Bulgáriában lesz egy ifjúsági és 22 éven aluli Európa-bajnokság, és ugyanúgy 4 fővel indultunk a selejtezőn, ez Cegléden került megrendezés ez a verseny. Jó színvonalú volt, nem voltak túl sokan, de azért minden súlycsoportban 5-6 versenyző volt, tehát volt miből kvalifikálni, csak az első 2 került ki. És a Kránic Mátyás, 3 ifjúsági versenyzőt indítottam, Kránic Mátyás a ifjúsági 55 kilóba megnyerte a versenyt, illetve előtte a formagyakorlatot is megnyerte, úgyhogy ő mind a 2 lehetőséggel indul az Európa-bajnokságon, és a lányok nehéz súlyába, plusz 60 kilóba, ott pedig Görög Bettina és Neuhert Szonya, ugyanúgy, mint tavaly, szintén kiharcolta a részvételt az én nagy örömömre. És mit vársz akkor tehát az idei Európa-bajnokságról, amelyre a fiatal versenyzők utaznak? Ja, ez mindig nehéz azért az ifjúságiaknál, ugye, meg a lányoknál is, hogy hogy ébrednek föl, éppen milyen. Mindent megteszünk, hogy jól felkészüljünk. Én tavaly a Kránic Matyitól is egy jó szereplést vártam, egy érmet, de annyira elizgulta a versenyt, hogy végül sajnos nem sikerült. Viszont meglepetésünkre a Bettina megnyerte a nehéz súlyt, és a Szonya pedig harmadik lett. Úgyhogy most a Bettus egy kis súllyal indul, mert ugye ő a címvédő. Hát nagyon örülnék, ha sikerülne megvédeni a címét. Hasonlóan örülnék, ha a Szonya venné el tőle a koronát. Nem tudom, hogy mi lesz, hogyan lesz. Biztos vagyok benne, hogy nehezebb lesz most a verseny. Tavaly a világbajnokság után úgy gondolom, hogy egy kicsit kevesebben vettek részt, mint amúgy. Úgyhogy most biztos, hogy többen fognak részt venni. Ezáltal nehezebb is lesz a verseny. A felkészülésükkel szerintem nem lesz gond, mert a hozzáállásuk mindig nagyon jó. Bízom benne, hogy azért 1 vagy 2 érmet vagy jó helyezést el tudunk hozni, de ígérni nem tudok semmit. Szerintem be fogják húzni a lányok és Matyi. Köszönöm szépen a beszélgetést, és köszönöm szépen. Köszönöm. A labdarúgó élvonalban október 15-én szombaton a Szombathelyi Haladás együttese a Városi Stadionban a Ferencváros együttesével mérkőzik meg. Másnap október 16-án vasárnap a labdarúgó MB2-ben az SVS-e a Zalaegerszeg együttesét fogadja. Szintén vasárnap a női kosárlabda MB1-ben a Novomatic Arénában az Unika Sopron a Pink Pécs együttesével mérkőzik meg. A kezdési időpont 18 óra. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, önök a Hajrá Sopron októberi 2. adását látták. Kérem önöket, hogy keressenek meg bennünket a YouTube-on is, további kellemes televíziózást kívánok, minden jót, Hajrá Sopron!